Lemondott a 18. kerületi Fidesz elnöke, Lévai István Zoltán, miután kiderült, hogy 5 millió forintot ajánlott a kutyapárt jelöltjének, hogy induljon el a 2024-es önkormányzati választásokon. Az MSZP szerint a Fidesz az elmúlt években mindent megtett azért, hogy akár kétes eszközökkel is visszaszerezze a kerületet. Skype-on kapcsoljuk Kunhalmi Ágnest. Azért Skype-on, mert valami MSZP-s esemény volt, vagy tart is. Még jó estét kívánok, örülök, hogy itt van velünk. Jó estét kívánok, igen. Szombathelyről jelentkezem, Nemény Andrással, Tüttő Katával és másokkal együtt egy nagy fórumot tartottunk. Több mint 20 helyen járjuk az országot, tehát most épp a Szombathely esemény volt, úgyhogy innen tudok bejelentkezni. Na, akkor a 18. kerületre térünk vissza, annál inkább, mert az meg az országgyűlési képviselői helyszíne. Igen. És pontosan ezért tudja azt, hogy ott kamupárt hegyek voltak az elmúlt választásokon. A kutyapárt nem kamupárt, de arra pont jó, amire a kamupártokat is használták, hogy úgy tűnjön, mintha megjelenne ott valaki, aki nem kormánypárti, és elvon szavazókat. Ismerős volt a recept, ami napvilágot látott? Hajjaj, olyannyira, hogy szinte az én életemet, amióta közöm lehet a 18. kerületi polgárokhoz és magához a kerülethez, az 2014 volt. Biztosan emlékeznek a tévénézők is, és hát nagyon sok 18. kerületi is nézi ezt az adást, gondolom. Akkor 56 szavazattal kaptam ki a Fidesz-szel szemben, és ha jól emlékszem, akkor ott volt a legtöbb kamupárt, és akkor ezen múlt a Fidesz kétharmada. A rengeteg külföldi tanulmány, akik monitoringozták a magyar választások tisztaságát, akkor pont a 18. kerületet hozták példaként, hogy bizony-bizony el tudtam csúszni egy ilyenen, miközben nagyon magas volt a részvétel, majdnem vissza tudtam 14-ben fordítani a körzetet a Fidesztől, ami aztán csak 18-ban sikerült. Én azért megéltem azt a társaimmal együtt ott, amikor a választások után fellebbeztem, mert voltak egy-két körzetben szabálytalanság, a sajtó érdeklődött, Orbán nem tudta, hogy lesz-e kétharmada, mert a 18. kerületen múlt, és a Lőrinc piacon jöttek idős asszonyok, bocsánat, hogy ilyen profánul fogalmazok, szívgyógyszerrel a nyelvük alatt, hogy bizony-bizony egyszerűen rám akartak voksolni, és menet közben rájöttek, hogy rosszul voksoltak, egy összefogás nevezetű pártra adták a voksukat, azt hiszem talán az is Ágnes volt. Tehát pontosan elérte a Fidesz azt a célját, amit akart, és hát minden nemtelen eszközön játszik. Valóban a kétfarkú kutyapárt nem kamupárt, de az jól mutatja, hogy, és jó, hogy ez a hölgy ezt nyilvánosságra hozta, mert ezáltal mindenki láthatja, és ez nem egy 18. kerületi eset. Ez nem Lévai Zoltánról szól, Ez egyszerűen a Fidesz, a kamupártok és a hatalomnak az ilyen való megtartása, az ellenzéknek a megosztása, ez maga a Fidesz. Van egy másik a választásokkal kapcsolatos hírünk is, Hiller István jelentette be, hogy az MSZP nem feltételek nélkül Karácsony Gergelyt fogja támogatni a főpolgármester választás kapcsán. Én a feltételek iránt érdeklődöm. Tehát a nem feltételek nélkül az azt jelenti, hogy van egy számlatömb, és kezdték írni, hogy mi legyen benne. Hiller képviselőtársam arra gondolt, hogy arra is gondolt, hogy az MSZP-nek van egy nagy... Ajaj, most van az a pillanat, amikor nem tudom, hogy hogyan folytatódna a mondat. Pedig Kunhalmi Ágnes nyilván befejezi. Na, rendszer a saját polgármesterem. Nem tudom, hogy hallanak-e még engem. Most megint igen. Halló? Odáig hallottuk, hogy Hiller István képviselőtársa mire gondolt. De azt, hogy mire gondolt, igen, azt már nem. Az MSZP-nek kemény elvárásai vannak a saját polgármestereivel szemben is, Őrsi Gergővel, Nemény Andrással, most éppen Szombathelyen, ugye Tóth József, mind-mind azt a baloldali politikát viszik, akár budapesti kerületben, akár vidéki városban, amelyben az MSZP hisz. Számunkra fontos ez az értékrend, tehát nem csak szavakban kell demokratának lenni, jogállamban hinni, szociális államban hinni, bérlakásprogramot megvalósítani, segíteni az embereknek, és én azt gondolom, hogy Gergely nem vizsgázott rosszul Karácsony Gergely Budapest főpolgármestereként, főleg, hogy iszonyatosan nehéz éveket tudhat maga mögött minden polgármester, így a főpolgármester is. Tüttő Katával pont arról beszéltünk, hogy mi hány éjszakát töltöttek bent Kisambrussal a többi polgármesterről, hogy egyáltalán elvonások mellett, amit a Fidesz csinált a fővárossal, mégis mennek a villamosok, elviszik a szemetet, és működik a város.
és hogy hogy lobbiznak Tüttő Kata is az Európai Unióban, hogy pénzeket hozzon a fővárosnak, és pont arról beszéltünk Szombathelyen is a választóinkkal és a szimpatizánsainknak, hogy meg kell próbálni az Európai Uniót rávenni arra, hogy ne csak a kormányunkon keresztül jöhessen pénz, hanem közvetlenül a városokhoz is. Na jó, de ez nem Karácsony Gergellyel szemben állított elvárás. Tehát ez erről ez a legkevésbé tán ő tehet. Na de hát ő is polgármesternek jelentkezik, csak éppenséggel főpolgármesternek. Hát ez így van. Ez kétségtelen. Na jó, ezt még úgyis kibeszéljük majd valamikor itt a stúdióban, és köszönöm szépen, hogy ott Szombathelyen is a rendelkezésünkre állt. Szép estét kívánok, örülök, hogy itt voltál. Én köszönöm mindenkinek, szép estét, viszontlátásra.